Borbély Csaba, a megyei tanács elnöke elmondta, hogy az intézmény egyelőre nem tud a korábbi évekhez hasonló mértékű támogatást nyújtani a helyi termelőknek, de reményét fejezte ki, hogy az év első felének letelte után a kormány költségvetés kiigazítást hajt végre, amibe már az RMDS-nek is lesz beleszólása. Profi szakmai egyesületeink vannak a helyi termelők, a helyi feldolgozók összefogására, legyen szó a pékekről, a húsosokról, az erdélyi gyümölcsfeldolgozó székely konyha egyesületről, de beszéltünk a sajtosokról, szarvasmaradtartóktól, a juhosokról, a pisztrángosokról, a mangalicatartókról, a méhészekről, tehát Hargita megyében nagyon intenzív és erőteljes a szakmai szervezeti élet, és erre te fektettünk nagy hangsúlyt, hisz a megyei tanács részéről a pár kollégával nem tudjuk megmondani, mi a jó a különböző termelőknek, a gazdáknak, hanem arra tudtuk őket ösztönözni az elmúlt években, hogy szervezzék meg magukat, és az ő egyesületük, szervezetüknek az igényeit segítsük, támogassuk, és ez a számítás bejött. Tehát nem hiszem, van ebben az országban olyan megye, ahol ennyire jól megszervezetten, különböző szakáganként tudnak összefogásban problémákat megoldani, hisz a piacra jutás egy probléma, az ellenőrzések egy probléma, a különböző engedélyek beszerzése egy probléma, pályázatok megírása probléma, különböző minősítések, védjegyek megszerzése egy probléma, és látható ez, hogyha összefogásba teszik a gazdák, egy szóval kalákában, akkor milyen szép eredményeket tudnak elérni, és azt kell látni, hogy Hargita megyében ma már nagyon sok száz, szerintem több mint 1000 munkahely létesült azáltal, hogy a helyi termelés, a gazdák összefogása révén, az önfoglalkoztatás révén, hát úgymond kenyeret tudtak saját magunknak és családjuknak adni, és jó érzés látni, hogy a minimálbéren valamelyik gyárban tengődő, navétázó ember ma nem azt mondom, hogy jó szituál, de jó megélhetést tud magának és a családjának úgy biztosítani, hogy a kertben, a mezőn a sajátját műveli meg, és nem csak magának van egy jó jövedelme, hanem a család többi tagjának is, és azt is látom, a példa ragadós, egyre másra alakulnak, és hát jönnek létre kezdeményezések, azt, ami a természet nekünk ad, annak a megtermelésére, feldolgozására, és hát most már csak rajtunk van a sor a kedves tévénézőkön is, hogy vásároljuk meg a helyi termékeket, hisz kell nőjön a piac, mert ezek a termékek egészséges termékek, helyben lettek előállítva, nincs bennük vegyszer, nincs bennük festék, nincs bennük adalékanyag, nincs benne ízfokozó, tartósítószer, nincs benne semmi mű, és azt hiszem a legnagyobb nyertesei ennek a folyamatnak mi vagyunk a fogyasztók, hogy megvásárolhatunk olyan termékeket, amilyen talán csak szüleink, nagyszüleink készítésében kóstolhattunk meg, és ahogy szokta mondani Márton István úr, tehát ez nem étel, hanem ez táplálék, amit ők előállítanak, és ez a táplálék az egészségünkre mindenféleképpen kedvezőbben tudhatni a táplálkozási szokásainkra, és akár a pénztárcánkra is, hogyha ezek az emberek, a szomszédaink, amit előállítanak, azt vásároljuk meg. Úgyhogy arra én kérek fel minden kedves tévénézőt, hogy vásároljunk helyi terméket, a helyi termék munkahelyet jelent. Borbély Csaba a kommunikáció fontosságára hívta fel a jelenlevő termelők figyelmét. Mint mondta, a média jelenlét jó hatással van a vevőkörre, hiszen a tudatos vásárlási szokások terjedése a siker kulcsa. A tudatos vásárlás népszerűsítése érdekében Hargita megye tanácsa mintegy 50 ezer lejes pályázatot hirdett meg a közeljövőben, amelyre csak egyesületek jelentkezhetnek majd. A pályázati kiírásban a média jelenlét mellett a termékkiállításokra való kijutásra is lehet majd pályázni. Márton István, a Hargita megye tanácsa vidékfejlesztési egyesületének elnöke tájékoztatott, hogy az egyesület ugyancsak 50 ezer lej összértékű termelői eszközök vásárlását támogató pályázatot írt ki, amelyre május 15-ig lehet benyújtani a dokumentációkat. A vidékfejlesztési egyesület elnöke nyomatékosan felhívta a termelők figyelmét a termékek minőségi gyártásának fontosságára, hiszen egyre többen érdeklődnek a székely termék védjegy iránt. A mai találkozásnak az volt a célja, hogy szakmai egyesületeket ne külön-külön hívjuk be, mert vannak általános dolgok, amiket ugye az elnök úr is elmondott, meg a hagyományos termék elismeréssel kapcsolatos dolgokat is egyszerre, egy alkalommal tudjuk elmondani, mindaz, ami általánosan kell tudjon minden egyesületen. És most ugye utána következik, hogy az egyesületeinként külön vonulnak, és a sajátos problémáikat megbeszélik.
Ez végeredményben nagyon jó az őstermelőknek, és azok, akik az igazi eredeti recept betartásával állítsák elő a kürtős kalácsot, hagyományos módszerrel. És ezzel segítve azt, hogy kizárni az úgynevezett áltermelőket, akik adalékanyagokkal és egyéb más dolgokkal dolgoznak, és rontják a minőséget és a terméknek a presztízsét. Mivel jár tulajdonképpen az, hogyha levédik, vagy mint márkanév megszerzik ezt, hogy kürtős kalács? Tehát abban az esetben, ha valamelyik egyesület vagy egy cég is lehet, megszerzi a márkanevet, tehát beegyezteti uniós szinten, kap egy kizárólagos jogot. Azt jelenti, az ő tulajdonában van, az ő beleegyezése nélkül semmifajta formában használni nem lehet. A találkozón jelen volt György Erzsébet, a Hargita megyei mezőgazdasági és vidékfejlesztési igazgatóság munkatársa, aki elmondta, hogy Hargita megyében eddig 17-en kapták meg a mezőgazdasági minisztériumtól a hagyományos terméket elismerő jóváhagyást. A bejegyzés kritérium rendszere azonban változott, ezért az idén újra kérvényezni kell. György Erzsébet azt is elmondta, hogy a pályázat termék leírásának milyen információkat kell tartalmaznia, illetve milyen módon lehet egy termékről bebizonyítani, hogy az hagyományos. László Zoltán, a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság munkatársa, a növényalapú termékekre vonatkozó termelési engedélyek megszerzésének két lehetséges módozatát ismertette a jelenlevő termelőkkel.